Jó napot kívánok, Laki Ildikó vagyok, a Milton Friedman Egyetem docense és a továbbtanulási pályaválasztási tanácsadó munkatársa. Mai előadásom, összefoglalom, a könyvtári kérdésben fogalmazódott meg, mégpedig azzal a nemzedékek kérdései között szereplő fő vonallal, hogy milyen szerepe van a könyvtáraknak napjainkban. Vajon mit tudnak és mit képesek biztosítani, miért kell változniuk, ha kell változniuk egyáltalán, és hogy milyen új szerepköröket kívánunk meghatározóvá tenni a számunkra. Az első körben láthatóvá válhat számunkra az a tény, hogy hát ugye a hagyományos intézményi könyvtárak, intézményi formában működő könyvtárak, azok elveszítették a néhány évtizeddel ezelőtti szerepüket. Gyökeres változásokat indukáltak az olvasói és kínálói szokások keretében. Már csak arra gondolunk, hogy önellátó könyvtárak, vagy arra gondolunk, hogy ugye digitális, elektronikus, virtuális könyvtárak, mind a három új kategóriát beépítve. A későbbiekben erről még szó lesz, hogy vajon ugye, hogy tudunk különbséget tenni a három-négy formáció között. Az olvasói társadalom életében egyfelől egy intézményesítettséget jelent a könyvtár, másfelől kötöttséget, harmadrészt, és akkor itt lehet fordítani, hogy ez is lehet egy másodlagos, de az előzőekhez szorosan kapcsolódó tartalom, hogy tágkereteket és rendszereket is jelenthet, vagyis hogy én már nem feltétlenül kell bemennem egy intézménybe, ahhoz, hogy könyveket tudjak olvasni, hanem bármikor bárhonnan elő tudom venni a kis étterből, a kis rendszerből, és onnantól kezdve tudok már olvasni. Itt az nagy kérdés az az, hogy vajon a könyvtárnak ez a szerepe, amely az intézményhez köthető úgy, mint könyv és könyvtár, vagy pedig úgy kell a könyvtárat értelmeznünk, mint egy rendszer, amelyben gondolkodunk, dolgozunk, és tulajdonképpen nem a könyvekhez köthető, hanem a tudáshoz, az információhoz köthető módon gondolkodunk. Erről is még szó lesz a későbbiekben, most viszont inkább csak a labdaként feldobva egy gondolatkört indítunk el. Ahogy látható ez az első képen is a jelen előadásban, mégpedig abban a formájában, hogy egy kis laptop keretében megtalálhatjuk már a tudást, a tartalmat, a könyvtárainkat, hiszen a fájlok, mint könyvtárak funkcionálnak, és ahhoz nem feltétlenül kell bemenni a könyvtárba. Ahogy ezt is láthatjuk, hogy a könyvek ugye az olvasó mögött találhatóak, oda nyúlok, virtuálisan is leveszem a polcról valóságában, úgy is érezhetem. Itt valóban az lesz a nagy kérdés, hogy valóságosan vagy véltnek érzem-e a könyvtárból kivett, vagy a könyvtári polcról levett könyvet. A következő oldalon Umberto Eco rövid kisfilmjét fogjuk megtekinteni, ahogy körbevezet bennünket saját kis könyvtárán, intézményi könyvtárán. Hogy értelmezi Umberto Eco ma a könyvtár szerepét és könyvtár helyzetét? Képes volt egyáltalán Umberto Eco megbirkózni ezzel az újszerű formációval, ami ugye az ő életében, egy életének későbbi szakaszában jelenik csak meg. Menjünk akkor végig ezen az úton mi is. A könyvtárnak a maga illata, a maga helyzete, a maga szerepe megvan minden ember életében. Nyilván Umberto Eco is így gondolja, amikor bennünket körbevezet ezen a könyvtári rendszeren, izgalmában és felfedezésében egyaránt. Elveszve a sorok között, elveszve a polcok között, de mindeközben pedig mindent bizonyosan, szándékoltan cselekszik, hiszen tudja, hogy hol keresse a könyvet, tudja, hogy milyen elvek alapján rakta el maga számára. Úgyhogy ezek további kérdéseket vetnek fel bennünk is, ugye a könyvtárnak az ebbéli szerepe, ugye, hogy alakul át egy virtuális rendszerben, egy virtuális valóságban.
következő oldalon már arról fogunk mindenféle információt látni, hogy tulajdonképpen ez a megváltozott szerep, vagy kényszer, igény, vagy és igény, ez hogy mutatkozik meg ma, itt a 21. század elején, a közepe felé tartva. Tehát, hogy a könyvtár, mint jelenség, mint intézményi háló és mint intézményi struktúra, hogy képes ugye változni a rendszerrel, hogy képes változni a világgal, a társadalom igényével. Így a Szabó Ervin könyvtár egyik kis szóróanyagát vettem volna alapul, amely ugye a könyvtár otthonról történő megjelenítésében mutatja meg számunkra azt, hogy ugye az online információs oktatás és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások felé is el kellett indulni. Tehát enélkül azért a hagyományos könyvtárak nem lennének működőképesek, és akkor itt merül fel az a kérdés, hogy és hogyha csak ebből állna a könyvtár szolgáltatása, akkor ez képes lenne azt a fajta érzetet, azt a fajta világot visszahozni, amelyben ugye mi adott esetben szocializálódtunk, vagy amely a gyerekeink számára tovább tudja örökíteni azt a fajta tudást, amit mi hoztunk magunkkal. Kérdés persze, hogy szükséges-e az a fajta tudás. És akkor lehet úgy is néznünk, hogy szükség és tradíció, tehát a könyvtár, mint lokális hely, ugye ez egy kis település könyvtárának, a gyerekkönyvtárának a fotóját mutatja, amely ugye pótolhatatlanná válhat számunkra azon esetben, amikor arról beszélünk, hogy online vagy digitális térben gondolkodunk, vagy digitális formációkban gondolkodunk, hiszen ennek van egy közösségi, kapcsolati ereje, tőke ereje, amivel a jelenlévő gyerekeket próbáljuk meg egymáshoz közelíteni, hozni. Ennek van egy hangulata ennek a könyvtárnak, amely biztosítja a gyerekek számára a közösségi kapcsolódást. Mert hogy van egy ilyen funkciója a könyvtárnak, és ezt lehet gyakorolni virtuális térben, de nem feltétlen biztos, hogy mindenki számára virtuális tér megfelelő teret fog biztosítani. És végül, de nem utolsó sorban azt is láthatjuk, hogy a könyvtár már hogy jelenhet meg egyéniesített formában, tehát egy notebook keretében, vagy egy kis olvasó keretében, egy előbbiekben látott laptop és azon rendszeren belül elrejtett tartalmakkal, vagy pedig egy esti fürdőkádban, ahol a fürdőhab és a bor társaságában egy könyvolvasó segítségével megpróbálok néhány órát eltölteni és elolvasni egy fontos részt mondjuk egy adott irodalomból. Mi az, ami ebben bennünket egyes szegmenseiben meg tud fogni? Ez is egy gondolatvilágot és egy robbanást okozhat bennünk, mint gondolati. És akkor kezdhetjük azzal most bevezetés után, hogy vissza előbbre vagy előrébb a könyvtár. Mi a könyvtár, mi a hagyományos könyvtár, a hagyományi könyvtár intézményrendszerének a legfőbb értéke? Ugye hagyományos kultúra és közösségi pontként a 21. században is fontos szerepet tölt be, ez talán vitathatatlan kérdés. Én úgy fogalmaznám meg, hogy három pontnak a keretében érhetjük tetten a könyvtárat, egyfelől a helyben, egyfelől a szellemben, és egyfelől pedig a tudásbázisban. Valamelyik megvan abban a virtualitásban, amiről fogunk beszélni, mint tartalom, de van, amelyiket nem tudjuk pótolni, vagy nem tudjuk elérni. Így a hely. A hely ugye egy intézményesítés és megfogható forma, nyilván a könyvtárak a maga jellegével, majd megnézzük a következő oldalon, amikor egy könyvtár rendszerét látjuk, hogy milyen tartalmi elemei vannak. Szellemiséget is okoz, vagy előidézhet az identitásképzésben, mentális védelmet biztosít, társadalmi integrációt elősegít, hiszen, ahogy beszéltünk erről az előbbiekben, hogy ugye a kis könyvtáraknak milyen szerepe is van egyben, azok az együttülések, az együtt hatások,
vagy egy teljesen más oldalról szükséges ma már megközelíteni a szellemiséget, nem ebben a tradicionális jellegében, hanem egy térben való elhelyeződést. Itt már ugye megjelenik az a virtuális közösség, virtuális tér, amiben ma már minden nap jelen vagyunk. Főként az elmúlt időszakot hangsúlyozva, az elmúlt időszakot nézzük, akkor ugye a COVID által okozott lehetőségek megteremtését nézhetjük. És akkor van a tudásbázis, amely információt hordozó tárházat fog jelenteni, előhívható ismerethalmaz, vagyis hogy a könyvtár azért egy információhordozásra alkalmas terület, ugye, előhívható ismerethalmaz, polcról leveszem, vagy éppen egyébként akkor már itt lehet arról beszélni, hogy amikor az elektronikus információkat használom, az is egy előhívható ismerethalmaz, ugyanazon készségek és képességek szükségesek mindehhez, viszont mások a skillek, amelyek ehhez szükségesek, hogy én ezt megfogjam abban az értelmében is, ahogy ezt a valóságában teszem. És ha ránézzük a következő oldalon a könyvtár intézményére, egy hannoveri könyvtár intézményére, akkor azt láthatjuk, mint értéképület, emlékmű, emléket hordozó, őrzőépület, hogy a könyvtár azért annál sokkal többet jelent, mint egy információ-tudásbázis közösségi pontként funkcionáló rendszer, hanem ezért sok esetben értéket jelent, emlékművet is jelent, emlékeket hordozó, benne lévő, őrző funkcióval bír, vagyis hogy itt azért az ütközési pont az már egy másik térrel, tehát ugye, hogy milyen szerepe van, vagy van-e szerepe, azért egy virtuális térben ezt a fajta értékképzést, ezt nem feltétlen fogjuk megtalálni. Persze az is kérdés, hogy szükséges-e ez az értékképzés a valóságában. Minden esetre ezen sorok között örömmel megyünk el, és keressük meg a magunknak való könyveket. És akkor lehet azt kérdezni, hogy vajon a könyvtár szerepe megváltozott-e? Vagy megváltozott a könyvtár szerepe? Közhelyes, de általános ismérv. Igen, ezt vitathatatlannak tartom, megváltozott. Ma továbbra is zárt intézményekként funkcionál, ugye az elmúlt időszakban legfőképpen, hiszen nem tudtunk bemenni, nem tudtuk igénybe venni, és egyre inkább azt láthatjuk, hogy a változásra szükség van. Mit jelent ez, hogy ez az érezhetővé váló változás? Ugye, ha egy 6 pontos tartalom keretében fogjuk meghatározni, akkor egyfelől egy bezárt könyvtár elérhető tartalmak kontextust. Vagyis, hogy a bezárt könyvtárak ellenére az elérhető tartalmak, tehát szükségünk van az információra, szükségünk van arra, hogy olvassunk, szükség van arra, hogy kezdjünk valamit a felesleges, akár időnkkel, energiánkkal. Tehát, hogy a bezárt könyvtár az áthelyeződés a valóságos térről a virtuális valóságra. Vagyis bezártunk, de valami újat kell keresnünk ahhoz, hogy ezek a tartalmak elérhetőek legyen. Bővülő tartalom, könyvtári tudásbázis építés. Hihetetlen sok adatot tudunk ugye egy rendszerben megtalálni. Képes-e a könyvtár erre ezzel a bővülő tartalommal bírni? Szolgáltatás, új kihívás, új készség és képességek. Tehát miben változott meg? Új készségeket, képességet igényel mind a könyvtárosok, mind pedig a könyvtár olvasók oldaláról, hiszen nem feltétlen kell a könyveket abban a formájában olvasnunk, ezt már régóta tudjuk, ahogy olvastuk, elektronikusan másképp is fogjuk forgatni. Átalakuló intézmények, hozzáudulomuló igények. Ugye az intézmények változnak kicsit ilyen amor szerkezetként. Mi az? Majd látni fogjuk. Már nem feltétlen csak az olvasás. A kultúrás közösség, az interakciók, a szociális hálók, az egyéb működő mechanizmusoknak a szintere is. Így a digitális tér, digitális világnak a megteremtésében is. Valamiféle valóság, valamiféle bieltség. És így jön az, hogy elektronikus tér, online lehetőség elérhetővé válik minden számomra. Nem biztos, hogy intézményesített, nem abban az intézményesített formában, ahogy korábban, de mégis elér hozzám. De ez is intézményesített, csak nem a megfogható intézményi keretben. Kinek vagy minek az intézménye a könyvtár? Ugye felvetődhet ez a kérdés is, olvasók és érdeklődők, közösségek és egyének, vagy virtuális találkozóik, virtuális kapcsolatok? Mindegyik. Olvasók és érdeklődékék is, hiszen ha belépek egy könyvtárba,
és egy mondjuk nem valóságos könyvtárban, egy virtuális találkozóhelyre, ugyanúgy érdeklődő vagyok, leülök, akár kávézok és beszélgetek mindeközben. Közösségek és egyének. Hiszen egyénként belépek, közösségé válok, tehát diskurzusokat folytathatok. Itt inkább csak azt kell látnunk, vagy éreznünk, hogy a tartalom és a mögötte lévő érzet, ez mit jelent a számunkra? Mi az, amitől ez más, ez a virtuális tér, vagy ez a fajta virtuális kapcsolat, mint egy valódi könyvtári rendszerben működő, egymással diskuráló kapcsolat. És akkor láthatjuk ezeket a valóságos diskuráló kapcsolatokat, tehát ugye a három intézményen keresztül, íme az ELFT-nek az informatikai könyvtára, vagy a két nyugat-európa, illetve nyugat-európán kívüli könyvtár, ugye a mexikói szentély, mint egy könyvtár, és egy harmadikként egy német országi könyvtárnak a belső tere, ahol személyes kapcsolatokat, személyes találkozásokat tudunk kezdeményezni, vagy éppen minden formációban, tehát az étteren keresztül, a sporton keresztül és a valóságon keresztül. Tehát, hogy itt az a kérdés, ugye, ismét, hogy szükségesek-e a helyhez kötött könyvtári intézmények, lehet úgy is fogalmazni, szükségesek, de nem feltétlenül csak ezekre van szükség. Végül néhány fogalmat szeretnék áttekinteni, melyeket a könyvtár vonatkozásában gyakran használunk. Gyakran egyébként pontatlanul használjuk, vagy pontjól a megfogalmazásban, gyakran pedig egyébként jól használjuk ezeket a fogalmakat. A kérdés az, hogy helyére tudjuk-e tenni a valóságában. Ugye a könyvtár megfogalmazását nézve egy összeválogatott, őrzésre, olvasásra rendezett dokumentumgyűjteményként lehetne meghatározni, és ugye a virtuális vagy elektronikus, digitális könyvtár vonatkozásában hasonló az elv, csak mást fogunk rendszerezni. Ugye a virtuális könyvtár esetében egy nem tényleges dokumentumhalmazt, csak elérési útvonalakat fogunk az információ kérésére, a körébe utalni. Az elektronikus könyvtár vonatkozásában már a tényleges dokumentumokról van szó, amelyeket ugye kinyitok, lehívok, azonnal megnézek, és itt azért azt nem hagyható figyelmen kívül, hogy vannak hagyományos formában digitalizálásra került anyagok is, vannak, amelyek csak elektronikus formában léteznek, egyre több ez utóbbi most már az elmúlt években, és van a digitális könyvtár, amit előszeretettel használunk, így a közoktatás, oktatás, tudomány területén is, ugye csak a hagyományos nyomtatott formában megjelent dokumentumoknak a digitalizált formája, vagy digitalizálása, amely nyilván egy más könyvtári típust hoz létre, de a használói oldalról nézve könyvtárnak fogjuk ezt is tekinteni. És végül néhány percben azt szeretném megnézni, hogy az olvasás és a könyvtár vonatkozásában tulajdonképpen tudunk-e a kérdésekre válaszokat adni. Mégpedig az első kérdés úgy szól, hogy szükségesek-e a könyvtárak a könyvolvasására, vagy a könyvolvasásra, vagy könyvtár kell-e a könyvolvasására. Egyértelműen azt kell állítanunk, hogy nem. Könyvet bárhol, bármikor tudunk olvasni, bármilyen formában most már, ugye elhangzott a digitális, a virtuális tér és az elektronikus könyvtári tartalom. Nem szükségesek, de jó, ha van. Ugye ez egy kicsit szubjektív-objektív viszonyrendszert is fog teremteni az olvasás vonatkozásában. Nyitva hagyom a kérdést. Pótolhatja a könyvtárat a digitális tér? Erre is azt kell mondanunk, hogy nem, vagy nem feltétlen pótolja. Sőt, gyakran azt is hangoztatjuk, hogy egyáltalán nem tudja pótolni a maga jellegében, összefüggésében és intézményi szerepében. A harmadik kérdés, ami felvetődhet bennünk, hogy megadhatja-e a valóságos színtereket, kapcsolódási pontokat a virtuális tér. Nyilván erre is azt kell válaszolnunk, hogy nem tudja megadni a valóságos színtereket, kapcsolódási pontokat, de egy lehetőséget ad a virtuális találkozásra. És amiben látja az olvasó az eltérő szerepeket, ugye ezt nekünk kell összegezni, ez lesz az a feladat, amit minden
minden hallgatónak házi feladatként adnék, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy miben látjuk az olvasónak az eltérő szerepeit. Mitől lesz más egy tradicionális könyvtár rendszerében olvasni, és mitől lesz más egy új típusú könyvtár rendszerében olvasni, jelen lenni, működni. Én azt gondolom, hogy ennek a négy pontnak a körében, ha végig gondoljuk a könyvtár jelenlegi szerepét, akkor nagyon sokféle választ fogunk kapni arra, hogy valójában a könyvtár, mint tradicionális, mint hagyományos intézményrendszer, miként volt képes átalakulni, és ez az átalakulás, ez mit hozott a társadalom kulturális állapotában, könyvhöz és olvasáshoz kapcsolódó igényeiben. És ezután szeretném megköszönni figyelmüket, bízva abban, hogy kellőképpen felébresztettem a gondolkodás frázisait a résztvevőkben. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!